Not. Na háj! Láttatok már ekkora gamer laptopot? Én még nem. Úgyhogy megnézzük. Hát sziasztok srácok! Köszöntök mindenkit a legújabb videóban. Meg fogjuk nézni ezt a gyönyörűséget. Nagyon durva. És pici. Az a durva, hogy nem is olyan nagy. Ugye alapjátően megszokhattátok azt, hogy egy gamer gép, egy gamer laptop tulajdonképpen nagy. Vaskos, masszív, nehéz, tehát nagy. Ez nem nagy. Tehát nem az van, hogy fogod és egyszer palicskával kell elhúznod, hanem igenis meg tudod fogni, el tudod magaddal vinni, cipelni tudod, és mégis egy olyan technológia van benne, ami gyakorlatilag képes a mostani játékoknak a 100%-át fullosan elfuttatni. Ami azért lássuk be, nem hátrány. Kibontom, srácok, nézzük meg, hogy mi van a csomagoláson belül. Egyébként barom igényes a csomagolása. Tehát nem tudom, hogy észrevettétek, de tényleg egy ekkora csomiban van benne. Nagyon szép, tökre elrendezett, dizájnos, nincsen túltolva igazából, hanem csak egyszerűen van. Úgyhogy ki kell volna szedni. Ujjj! Azt a betyárját, na ezt majd félretesszük egy pillanat. Gyorsan átmegyünk ezeken a csomagolásokon, meg igazából, hogy mi is van benne. Doboz. Nagyon jó. Első körben, amit láthatunk, ugye van nekünk egy tápunk szokásszerűen. Nem hiszem, hogy túlságosan sok mindenkinek mondok erről újdonságot. Van benne egy tápunk, a tápnak a mérete viszont teljesen jó. Én ettől féltem egyébként, hogy a gamer gépeknek nyilvánvalóan majd a táp mérete is nagyobb lesz, de hál' Istennek nem. Itt van a lényeg, ami nekünk kell most jelen pillanatban. Ugye van benne egy dokumentum, szokás szerint driver CD-k vannak benne leírások, quick guide, útmutató, stb. Ez nagyon-nagyon fontos, aki esetleg nem ért hozzá. Mindenféleképpen olvass el. Szokás a driver CD-k egyébként. Az a durva, hogy az én gépem már nem is használ CD-t tulajdonképpen. Tehát nem értem, hogy miért kell ezt még mindig nyomni a laptopoknál, hogy CD-ket rakunk bele. Na mindegy. Az a lényeg, hogy van benne egy driver CD, hát ki tudja. Van benne egy rövid útmutató, illetve egy nagyon jó kis marketinges kis füzetecske, ahol elmondja, hogyan dugd be a tápot, hogyan indítsd el a Windows 10-et. Hát ez ilyen rövid útmutató arról gyakorlatilag, hogy amikor bekapcsoltad a számítógépet, akkor mi történik utána. Itt a dobozunk, ami igazából a fő lényeg, baromi igényes, srácok. Egy ekkora kis csomagolásban van benne. Gamer géphez képest egyébként abszolút nem foglal túl sok helyet. Mindjárt meg is nézzük, ki is fogjuk nyitni a doboz. Olala! Azért a minőség, gyerekek. Itt van a lényeg. Egy ilyen kis dobozban van benne. Nem tudom, hogy ezt hogy kéne rendesen kiszedni. Wow. Wow. Sokat gondolkoztam azon, hogy ezt hogy kéne bemutatni. Ugye alapjáraton én nem voltam még ilyen helyzetben, nem nagyon mutogattam még be hasonló stílusban laptopokat. Ezért úgy gondoltam, hogy nem szeretném ezt én nagyon tekisre venni, hanem gyakorlatilag adom azt, amit én látok. Tehát ugye én, mint egy felhasználó tulajdonképpen arra vágyom, hogy legyen egy baromi jó számítógépem, legyen egy baromi erős számítógépem, és elfusson rajta minden játék tulajdonképpen. Mostanában, hogyha én vásárolnék számítógépet, és egyébként az én agyammal egyébként így is vásárolok, ezért úgy gondoltam, hogy így is fogom ezt megmutatni, és azokat a funkciókat fogjuk inkább erősíteni, amire azt gondolom, hogy szerintem, illetve én biztos, hogy megnézném, és biztos, hogy figyelemmel követném, és eképpen választani. Az első, ami nagyon-nagyon fontos ebben a laptopban, hogy ugye ezt gyakorlatilag úgy is hívják más néven, hogy mondjuk a Predatornak a baby laptopja. Ami azt jelenti, hogy ugye a Helios maga a márkanév, ugye a Predator családhoz tartozik, viszont a Predator kitalálta azt is, maga az Acer is, hogy szeretnének egy olyan laptopot létrehozni, ami valóban egy erős gamer kategóriába tartozik, viszont árban lejjebb van. Ugye, ha megnézzünk mondjuk egy alap Predator laptopot, annak az alsó hangja mondjuk 500 ezer forinttól kezdődik, ez a laptop gyakorlatilag olyan 350 ezer forinttól indul a különböző boltokban. Nyilván különböző árkategóriákkal, de körülbelül itt lehet egyébként ezt a laptopot ide lehet besorolni. Túl sok mindent igazából nem nagyon tudok róla elmondani, mert egyszerűen letaglózott. Tehát olyan szinten brutál, itt nyomkodtam meg, próbálgattam itt a videónak az elkészítése előtt, hogy egyszerűen nagyon durva. Tehát a képi megjelenítés, ugye egy IPS paneles kijelző van benne, egy Full HD-s, brutál gyerekek. Tehát olyan szinten visszaadja. Most beraktam ide egy ilyen valósághű PUBG-t,
és egyszerűen nagyon brutál. Csináltam róla egy tesztet, srácok, hogy mégiscsak a PUBG-be körülbelül milyen FPS számokkal lehet működtetni, hát azt kell, hogy mondjam, hogy elég brutál. Tehát azért az i7-es 7700 HQ-s processzor azért elég durván dolgozik benne. Ebben a laptopban, amit most bemutatok, ebbe egy 1050 Ti van benne, ezt nyilván meg lehet vásárolni 1060-nal is, attól függ, hogy szeretnétek, illetve milyen árkategóriában szeretnétek vásárolni számítógépet. Rengeteg minden funkciót tudtok benne bővíteni, illetve kiszedni. Alapból ebbe egy 1 terás Winchester van, nyilván ebbe bele tudsz még pakolni SSD-t, RAM-ot tudsz belepakolni. A laptop maga brutál gyors, tehát most, hogy én bekapcsoltam, gyakorlatilag másodpercek alatt bekapcsolódott a számítógép, ami nekem azért elég furcsa, mondjuk most már annyira nem, mert már SSD-t használok, de eddig azért az volt a szembetűnő nekem, mint egy átlag felhasználónak, hogy fogtam, bekapcsoltam a gépet, és azért várni kellett. Nyilván most, hogy már az ember kitalálta az SSD-t, mint olyan fogalom, ezért ez az idő jelentősen lecsökken, ez jelen pillanatban itt is így van, tehát másodpercek alatt gyakorlatilag felbutol az egész rendszer, és tudod is használni. Alapvetően ugye Windows 10-zel szokták ezt a laptopot eladni, tehát erre is lehet számítani, nyilván ezt is meg tudod vásárolni operációs rendszerrel, operációs rendszer nélkül, gyakorlatilag ahogy neked tetszik. USB-k tekintetében igazából három USB kategória van, ugye van benne két darab 2.0-as, egy darab 3.0-as, és van benne egy 3.1-es USB csatlakozó, és maga a laptop súlya 2,7 kg csak. Ami azért durva, mert ugye megszoktuk már azt, hogy a gamer számítógépek tulajdonképpen baromi nagyok, és baromi nehezek. Na most nyilvánvalóan azért is, ezért ez is egy masszív dolog, tehát azért nem lehet azt mondani rá, hogy egy műanyag számítógépet tartoz a kezedben, tehát azért elég masszívan, elég keményen meg van csinálva, de mégse az a nagyon-nagyon nagy monstrum. Amit én abszolút előnynek fogok föl, hiszen hogyha belegondoltok arra, hogy mégis egy laptopotok van, tehát a laptopot, azt oké, hogy ezek a laptopok képesek már arra, hogy mondjuk az asztali számítógépet helyettesítsék, de azért mégis egy laptop azért többször cipelsz magaddal, mint mondjuk egy asztali számítógépet, ergo a súlya elég fontos. Na most, ha megnézel egy átlagos gamer számítógépet, azt gondolom, hogy azért 3-4-5 kiló simán van egy számítógép, főleg vastagságban is egyébként elég durva, ez mind a kettőt gyakorlatilag ignorálja. Na. Tehát ugye 15 szolos kijelző van benne, vagy bocsánat, 15 incses kijelző van benne, ami azt gondolom, hogy elég jó. Nyilván ezt is tudod úgy használni, hogy mondjuk rákötöd egy monitorra, és külön billentyűzettel, és mondjuk mellé teszed az asztal mellé, hogy csak úgy menjen, és nyilván az erőforrás biztosítja, de előültem és játszottam egy picit, és abszolút élvezhető. Tehát ki lehet venni mindent, nyilvánvalóan azért olyan képi megjelenés biztosít, ami alapján már a legkisebb dolgokat is eléggé masszívan lehet látni, viszont megadja a lehetőséget nyilvánvalóan, mint egyébként az összes laptop, hogy fogod, rádugsz egy monitor, és működik, és látod, és tök jó, és mellette van egy baromi jó géped, amit bármikor elcipelsz bárhova. Az alapfunkciók ezen kívül szintén benne vannak, tehát van benne egy kártyaolvasó, ami szintén elég nagy segítség tud lenni néha napján, főleg aki esetleg sokat fényképez még esetleg a játékok mellé, vagy van benne például egy HDMI, ami gyakorlatilag most már egy alap, tehát tévére simán ki lehet ezt tenni, ezt a laptopot, és játszol akkor tévén. Azt mondom, hogy nézzük meg ezt a laptopot egy kicsivel közelebbről, jöjjön egy montázs. Egyébként egy baromira jó laptop, és hát az igazság, hogy eléggé meggyőzött.
Nem fogom visszaadni, nem akarom visszaadni. Maradj itt! Nagyon-nagyon jó, tényleg hihetetlen jó. Egy-két napot még itt lesz nálam, ugye kicsit ki fogom még próbálgatni, bővebben fogok még lejátszani, de minden esetben nagyon-nagyon, tényleg nagyon-nagyon ajánlom ezt a laptopot, mert tényleg jó egyébként. Erőforrásban, aksiban, abszolút megbízható, hogy lehet rá számítani. Ha jól tudom, akkor olyan 4 órát bírja. Nyilván aktív játékkal ez nem igaz, tehát mondjuk aktív játékkal szerintem egy a 1,5-2 óra az, amit talán bírhat, de ezt majd fogom pontosítani esetleg a leírásban, hogyha rosszul mondtam valamit. Úgyhogy mindenkinek ajánlom, srácok, a leírásban lesz egy link, ott meg tudjátok nézni ezt a laptopot, kicsit bővebben tudtok róla olvasni, mint amit én elmondtam, fogok róla is rakni egy pár cikket, hogy akit érdekel ez a laptop, azért utána tudjon nézni. Én azt gondolom, hogy ez egy jó vétel lehet. Ott a link, srácok, csekkoljátok le, jó? Ha pedig tetszett az ilyen videó, és szeretnék még hasonló tartalmakat, illetve van ötleted arra vonatkozóan, hogy hogyan tudnám ezeket a tech videókat egy kicsit kicsinosítani, mindenféleképpen írd le a kommentbe, hiszen el fogom őket olvasni, mert nagyon-nagyon kíváncsi vagyok rá. Köszönöm szépen, hogy megnézted ezt a videómat is, találkozunk nem sokára egy live vagy egy videó formában, én Jusu voltam, sziasztok!